A kisteleki szivárvány óvodában érzékenyítő tréninget tartott Kurucsai Szabolcs és Farkas László. Erről készült felvételeinket tekinthetik meg. Kis csoportosok, ugye? Ízi-ízi. Ugye? Bizony? Na, jöttünk egy kicsit beszélgetni, hoztunk egy kutyus nektek, jött a Laci barát, engem Szabinak hívnak, a kutyát elvisznek, és hoztak egy csomó játékot, és minden hívnak a patricát a végére elviszlek. Mit szóltok ehhez? Oké? Okay. Ki szeret játszani? Ki szeret játszani? Ki szeret játszani? Mind a két kezed belerakhatod, kettő kézzel könnyebb.
látni nem fontos, csak is keres, keres, keres. Hol a hercegnő? Ne taglás te! Ó, mit sikerült fogni? Azt már rakod a félre. Megvan? Nem, csak visszadobjuk, gyere vissza. A hercegnőt keres, addig kotorálunk. Ne nézz oda, csak a kezeddel, kezeddel fogja. Az a feladat,
bajt, mert akkor jött a szemed. Jó, tárgyát keresünk rá valamit. Mama, te csodás már jól jár. Oké. Nehéz volt. Igen. Marci, itt vagy még? Nem. Nem lesz. Oké. Mindjárt
Bola Marci, jövök neki egy ilyen bátorság matricában, most képzeljétek el. Bola Marci. Gyere Marci, ide. Itt vagyok. Mondjad. Itt vagy? Jó felé mutatom neked, vagy feljel? Jó, válasz egyet. Ne a királynőset, de válasz egyet, ami szimpatikus. Honnan tudod, hogy itt vagy Marci? Betki. A kislány ki volt az elém? Zsófi, gyere! Te nekünk kimondott a királynőset válasz, rózsaszínt keres. Rózsaszín van benne. Arra az van írva, hogy király, hercegnő vagy. A rózsaszínt keres. Arra az van, hogy hercegnő vagy. Megvan? Hogy az a tiéd? Kivetted? Nem jó? De jó. Az a tiéd. Az a tiéd. Oké, az biztos az. Matrica. Úgy, ilyet nem kap mindenki, csak a nagyon bátor. Na, mielőtt közösen játszanám, van még egy zsákom. 5 darab kis állatot hoztam nektek. Egy lovacska. Ez ki? Egy zsiráf. Jó, zsiráfot, teknős, kígyót, na ki a bátor? Fruzsi mész. Gyere, Fruzsi. Fruzsi. Beletetod az egyik kezedet. Melyiket keresem? Melyiket? Na keres, jó? Próbáld nem keresni. Ha nem megy egy kézzel, beletetted a másik kezedet is. Mind a kettőre könnyebben keresel. Mit kell tudni a zsiráfról? Hogy lehet könnyen megtalálni? Hogy? Nem, az nem az. A zsiráfnak milyen hosszú? Anya! Ja. Mi az, hogy az állatot kell keresni, aminek hosszú nyaka van? Segítek egy picit, jó? Így a kezdet, tekerjük. Nem tekerjük? Én egy van kezdet. Akkor én tekerjem?
érezzem. Autókat hoztam. Én sem. Milyen most bújjunk meg? Kiszállsz? Igen, Scooby-Doo-nak a járvány. Kiszállsz? Itt már? Na gyere, meg lehet nézni, hogy az egyik az puha, a másik az érdes, és ki meg lehet állapítani, melyik a legpuha, melyik a legsímább, melyik a legsímább. Az első? Az, nézzük. Hát az, az puha, és csak ezt, ezt nézd csak meg, milyen sima. Ugye? Az is. Másikat is tedd bele. Úgy, keresd a lillát, kezeljél. Igen. Megvan? Ez az? Gyere, megvan. Oké, küld a következőt, jó? Nagyon ügyes volt. Nagyon jó. Nem is tudod tovább. Megfordulod? Ilyen gyors volt. Jó. Na még egy valaki, utána kutyázunk. Zsoltika, gyere, utána kutyával játszunk. Így vagy Zsolt, megállt. Villám meg, Vili, jó lesz neked? Jó, visszadobom ide a zsákba. Gyere, keresd meg Villám meg, Vili. Másik kezedet is rak bele. Keresd Villám meg, Vili, hátul szárnyal. Mindjárt kutyázunk, Buti. Meg, ügyi van. Oké. Üljetek. Csengelei növendékhangversenyen fellépett a Phoenix csoport. Erről készült felvételeinket tekinthetik meg a következőkben. Már az elején elmondtam, hogy színjátékkal kezdjük, színjátékkal fejezzük be, és akkor a Phoenix csoport következik. A Phoenix csoport alaposan átalakult a tavalyi évhez képest. A tavalyi tagok közül már csak hárman maradtak, az idén sok új felsős kezdte el a tanszakon a munkát. Éppen ezért ebben a tanévben a felsősöknél is a színjátszós alapok elsajátításával kezdődött el a munka. Az előadáshoz Petőfi Sándor János Vitéze biztosította az alapot. Ezt a művet improvizációk segítségével dolgozták fel úgy, hogy a mai kor sajátosságait is bemutassa. A jól ismert történetnek csak az első része lesz most látható, a boldog befejezéssel még várni kell a tanév végéig. Hát akkor most hallgassuk ezt a szomorú János Vitézt, tehát Petőfi Sándor János Vitéze előadja a Phoenix csoport.
Majd leszek egy Jancsi! Novi szel lesz neked! Egy, kettő!
vízválasztó fórumot tartottak Szegeden. Dr. Kozák Péter előadását tekinthetik meg. De ennek az oka az, hogy amit leírtam volna, azt még elmúlt éjszakáig számítottam. Előzetesen szeretném megköszönni a lehetőséget, és szeretném gratulálni a kezdeményezéshez, mindenkinek a projektbe töltött szerepét messze menőkig el szeretném ismerni, de az egyik részrehajló, Krisztina szerepét legalábbis velem kapcsolatban mindenféleképpen, ugyanis tegnap a folyamatban én felhívtam, hogy négy módosulás lesz a személyen vonatkozásában, nagyon-nagyon letört, és úgy gondoltam, hogy nem tehetem meg azt, hogy mégsem jövök, vagy csak egy dimenziós fórumról. Négy témáról csináltam volna látványos PPT-t, de amikor elkezdtem, utána rájöttem, hogy nem olyan egyszerű ez. Ugye ez a négy kérdés, mit tartsuk vissza, hol tartsuk vissza, hogyan tartsuk vissza, és mi célból tartsuk vissza. Megpróbálom ezt önöknek picit elmondani. A vizsgálati terület vonatkozásában minden szónak szerepe van. A Duna, a Tisza, a Közi és a Homokhátság. Alapvetően befolyásolja azt, hogy milyen adottságok között kell ezen a területen megélni és gazdálkodni, illetve az, hogy az idő előre haladtával bizony-bizony igények változhatnak, változnak is, és utána azt mindenki döntse el, hogy és ehhez vagy próbáljuk a környezetünket igazítani, vagy nekünk kéne a környezetünkhez igazolni. A vízügyi vonatkozásban, illetve hát a vízügyi igazgatóság vonatkozásában egyértelműen a vízzel kapcsolatos kormányzási tevékenység, amit be lehet azonosítani. És ezzel kapcsolatosan ugye ezt a természeti környezethez igazítva a társadalmi elvárások alapján kellene végezni. Ebben a dologban meghatározva a természeti környezet és meghatározva a társadalmi elvárás. Azonban ha változik a társadalmi elvárás, vagy változik a természeti környezet, akkor a közbenső rendszert is változtatni kellene, lenne irdonos. A csatornák vonatkozásában alapvetően ugye a nevük arról szól, a mi terminológiában, hogy víz elvezető csatorna, és ilyen formán próbálják ezek a szerencsétlen teremtmények a feladataikat betölteni. Ráadásul ezen csatornák tekintetében tudni kell azt, hogy nem is olyan régen még ezek kezelése kétfajta szervezet felé volt irányítva, arról nem beszélve, hogy az eredeti feladatok ellátásához szükséges pénzügyi fedezet nem minden tekintetben rá maradéktalanul rendelkezésre. A csatornák fölötti rendelkezés egy szervezet kezébe helyezte az állam, de nem olyan régen volt ez, 2-3-4 évvel ezelőtt volt ez, és megindult egy folyamat, ami arról szól, hogy amire való a csatorna, arra használják. A csatornák tekintetében ugye arról beszélünk, hogy belvíz elvezető csatorna, a csapolgó csatorna, és mindenki úgy gondolja, hogy ez a csatorna feladata. Hát tisztelettel tájékoztatni szeretném önöket, hogy a belvíz csatornákkal szemben támasztott társadalmi elvárások alapján már ez réges-régen nem igaz. Vannak olyan esetek, ahol 9 féle igényt kell ennek a szerencsétlen csatornának teljesítenie, és ráadásul ezek igények nem csak társadalmilag megfogalmazott igények, hanem komoly jogi környezetbe rögzített igények, amely a csatorna úgynevezett vízjogi üzemelési engedélyével rögzített feladatokat fogalmaz meg. Ezekkel kapcsolatosan a problémáról majd a később évben beszélni. Tehát az első volt a bevezető. Ha mit tartsuk vissza?
Kozák Péternek hívnak, de egy másik Péter rendelkezik az inputról. Az nagyon fontos tudni a hátság vonatkozásában, hogy nagyon sokan foglalkoztak azzal, hogy milyen mennyiségű víz, ami ott van, van, hiányzik, kellene, hogy legyen. Hihetetlen bonyolult ennek a meghatározása, hiszen általában ezek a megközelítések ott bicsaklanak meg, amikor ezek egy statikus állapotot föltételeznek. Legyen ez mondjuk egy csapadék utáni állapot, vagy egy belvízes állapot. Ezek önmagukban értelmezhetők, de a vízkészletek szempontjából alapvetően dinamikusan kell, vagy kellene ezt a kérdéskört megközelíteni. Ehhez viszont olyan módszerek kellenek, amivel a vízkészleteknek az ilyen dinamikus változását egyáltalán meg tudjuk közelíteni. És ugye, ami nem került kivetítésre, mert nem már papírokban, Krisztinának már jeleztem, ugye, és Jászlászon is voltunk egy hasonló megbeszélés kapcsán, hogy mostanra álltak össze olyan eszközök, amelyekkel nem csak a felszíni előttés, nem csak a talajvíz szinteket, hanem az egésznek a komplexitását van lehetőség kezelni, olyan visszáztartási vizsgálatokat végrehajtani, ami dinamikusan visszaadja azt, ahogy ezek a rendszerek működnek. Miért mondom én ezt? Azért mondom én ezt, mert ezeket a modelleket mi folyamatosan használjuk, és ilyen modellfutatási elemény alapján tudom mondani például, hogy 2011-ben a lehullott csapadék 140%-a párolgott el a területről. 140% párolgott el. Úgy mondhatnánk, ugye, ha egyetemen vagyunk, akkor egyes, köszönjük szépen, elvégi van. Egyébként a Földet is be kellett volna mondanom, és nagyon fontos dolog, hogy én is kötődök ehhez az Alma Materhez, mert a tudományos fokozatomat itt kaptam meg. Hát ez lehet, hogy a doktori iskolának a hibája volt, vagy de én ezt elismerésnek veszem. A lényeg az, hogy a vizek vonatkozásában és a vízkészletek vonatkozásában a vízháztartás többi eleméről nem tehetjük meg, hogy nem veszünk, többi elemét nem veszünk figyelembe. Nagy felületről beszélünk, nagy és kedvezőtlen vízháztartó, vízgazdálkodás szempontból kedvezőtlen adottságú területről beszélünk, akkor ráadásul alapvetően egyet tud a terület nyerni a vizet, de az istentelenül. És láthatjuk, hogy még így is a csapadék 140%-a tárnyébe el tud párolni. Hát mondhatják, hogy ezt én alaposan elszámoltam. Ezt mondtam a kollégáknak is, akik egy picit kialvatlan szemmel ma reggel jöttek hozzá, hogy hát valami baj van, mert ez így nem okés. Viszont hál' Istennek volt lehetőségünk vizsgálni a felszín alatti kontingenseket egyelőre, tehát hogy a hátság tekintetében hogyan mozog a víz, és bizony ebben a tárgyévben a lehullott csapadéknak több mint a négyszerese mozdult meg a terület alatt. Hiszen, ahogy mondtam, minden szónak szerepe van, ugye Duna, Tisza köze és homok hátság. Ami arról szól, hogy ez nem csak a folyók felé rendelkezik eséssel, hanem észak-déli irányba is, ráadásul ott se egyszerűen, hiszen a hátság közepén egy gyerek van. Tehát eléggé bonyolult az az adottság, amit valamilyen szintre, nem numerikusan, csak százalékosan, a modern futtatási eredmények igazolnak. Mit tartsunk vissza, és adott esetben hogyan mondjuk ezt meg, amikor a csapadéknak a 140%-a kapásból elpárol. Egy éves területre természetesen. Megoldás van, de ugye ezekkel a kölcsönhatásokkal tisztában kell lenni, amikor a térségben bármit is tervezünk. A víz visszatartásával kapcsolatosan a következő szempont, ha van mit, akkor hol tartsuk vissza. Ugye korábban az a szemlélet uralkodott, hogy a vízelvezető csatornákon keletkező megjelenő terheléseket kellene
kell tiltózni, valamilyen műtárgyal neki akadályt adni, és olyan előtésre alkalmas területek kivezetni, amit mi tározóknak hívunk, mások vízállásos területnek, mások vízes élőhelyeknek, van, aki éppen halastónak. Kinek milyen a kontextus rendszer kapcsolatosan? Voltak törekvések, viszonylag nagyobb ívű törekvések is, főleg a 90-es évek második felében, ami arról szólt, hogy akkor az állami kezelésben lévő csatornák, amik nagy csatornákat jelentenek, olyan keresztgátak, tiltó zsilipek készüljenek, amelyek visszatartják a vizeket és a lefolyás megakadályozzák, akár 100%-a. Lőrinc Nélosson Stíme dietetikust kérdeztük az elhízásra való hajlamról, a következményeiről, valamint milyen lehetőségek is vannak kistelken a fogyókúrázni vágyóknak. Nagy mértékben nőtt manapság az elhízásra való szándék itt Magyarországon is a magyar lakosságot illetően. Erről kérdezzük Lőrinc Nélosson Stímát, dietetikust, a kistelki egészségfejlesztési iroda dietetikusát. Először is köszöntöm Önt. Pontosan mit is tudhatunk erről az elhízásról, és mennyire, mikortól mondható valaki elhízottnak itt Magyarországon a lakosság tekintetében? Köszönöm a kérdést és a megkeresést. Hát ma Magyarországon sajnálatos módon az elhízással nagyon-nagyon sokat kell foglalkoznunk. Hát nemrég ugye egy fölkapott téma kapcsán nagyon nagy szerepet kapott az elhízás, és én azt mondom, hogy ez egy jó dolog, hogy az emberek fölfigyelnek arra, hogy elhízottak vagyunk. Sajnos ma Magyarországon a lakosságnak, a felnőtt lakosságnak a 30%-a már elhízott. Ez azonban nem azt jelenti, hogy csak 30%-a elhízott, hanem a további, tehát van első, tehát túlsúlyos kategória is, és még azon fölül is még túlsúlyosabb kategória, tehát a felnőtt lakosságnak a 30%-a, aki elhízott, és ennek a duplája pedig, aki már túlsúlyos. Illetve a gyerekek körébe is már szinte minden harmadik gyermek jelentkezik a túlsúlyos és elhízás kategóriája, tehát erre nagyon nagy gondot kell fordítanunk, és oda kell figyelnünk. Hogy valójában mit is jelent az, ugye a kérdésre visszatérve, hogy valaki elhízott vagy túlsúlyos, ezt mérésekkel tudjuk ugye meghatározni. Van egy normál testsúly. A normál testsúlytól, tehát ez a testtömegindex a normál testsúly esetében az 19 és 25 közt van. 25 és 30 között beszélünk túlsúlyról. 30 és 35 között beszélünk elhízásról, illetve súlyosabb elhízásról már 40 fölötti testtömegindex esetében beszélünk. Ezeknek a gyakorlatilag az elhízásnak azt gondolnánk, hogy talán nincs is semmi szövődménye, vagy büntetlenül hízhatunk, ugye nagyon sokan azt gondolják. Ez valójában azonban nem így van. Nagyon súlyos szövődmények, tehát összefüggésben van a betegségekkel, szív- és érrendszeri megbetegedésekkel, érelmeszesedés, magas vérnyomás, cukorbetegség, kettes típusú cukorbetegségnek a kialakulása, aztán ízületi betegségek, egyes rákfajtáknak a kialakulása, tehát szerepet játszik benne az, hogy elhízottak vagyunk, illetve azáltal, hogy kialakulnak ezek a betegségek, azáltal további szövődményként, tehát ez egy ördögi körforgásként kell elképzelni. Egy betegség kialakul, a betegségnek a következménye az elhízás. Az elhízásnak a következménye egy betegség kialakulása, és ez egy ördögi körforgás, egy mókuskerék, amit gyakorlatilag az ember csak saját maga tud, önmaga tud megállítani, ha meg akarja állítani. Ugye nagyon sokszor azt gondoljuk, vagy azt mondjuk, hogy mi nem tehetünk róla, tehát hajlamosak vagyunk arra azt mondani, hogy kifogásokat találunk. Azt viszont tudomásul kell venni, hogy az egészség az nem adottság, hanem a felelősségünk. Az elején említettük, hogy gyerekeknél is kialakulhat már ilyen elhízásra való hajlam, és felnőtteknél is. Hogyan előzhető meg például gyerekkorban ez? Hát gyerekkorban nagy jelentősége van a példamutatásnak, tehát a szülőnek a példamutatása. Az, hogy hogyan fogjuk a gyermekünket nevelni,
hogyan fogjuk a, tehát akár már az iskolába is elkezdeni azt, hogy tehát megtanítani a gyermeket arra, hogy hogyan kell helyesen, helyes életmódot élni. Óvodáskorba már ezt el lehet kezdeni. Itt az egészségfejlesztési irodában mi már az óvodába kijárunk, és tehát jó magam is kijárok az óvodások közé, és gyakorlatilag hát játékos formában tanítom őket, akár arra, hogy egy bevásárló listát elkészíteni, bevásárolni a boltba, hogyan megyünk bevásárolni, mit kell bevásárolni a kosarunkba, mit kell betenni a kosárba, mi az, ami egészséges élelmiszer vagy jó élelmiszer. Megpróbálni megmagyarázni a gyerekeknek azt, hogy, hogy minden lehet jó, tehát hogy nincs rossz étel, csak rosszul összeállított étrend. Tehát hogy arra rávezetni őket, hogy ne tipikusan azt a trendet kövessék, amit a másik gyerektől látnak, hanem ők saját maguknak próbálják meg az életvitelüket ugye kialakítani. De hangsúlyozom, hogy itt a szülőnek nagy jelentőség és jelentős szerepe van abban, hogy a gyerekek hogyan fognak étkezni. Amellett, hogy az EFI kilátogat volákba, ezen felül milyen programokkal, vagy milyen lehetőségek vannak itt felnőttek számára, például, hogy az elhízás ellen legyenek? A felnőtt lakosság számára mi nagy mértékben ugye, tehát koncentrálunk arra, hogy az egészség érdekében a felnőtt lakosság számára az elhízás ellen mi mit tudunk tenni, és ilyen mozgásprogramjaink vannak heti szinten. Illetve étrendi tanácsadásokkal segítjük a felnőtt lakosságot étrendi előadásokkal, tehát egy komplett programot hoztunk létre, amit egy ilyen fogyékklubnak is tudunk nevezni. Igazából nem fogyókúráról van szó, hanem egy életmódváltoztató programot, lehetőséget ajánlunk föl a felnőtt lakosság számára, amiben ugye megvannak a mozgásprogram lehetőségek, aerobik, spinning, különféle mozgásformák, ki mit bír, tehát a kardioedzés, mert nagyon fontos egyébként, hogy tehát zsírt muszáj égetni, csak úgy lehet fogyni, tehát hogyha valaki szeretne fogyni, akkor az életmódváltoztatáshoz hozzátartozik az a testmozgás is. Hogy egy-két adatot említsek például, tehát igaz, hogy ez már egy régebbi adata az OEG-nek az adatai 2014-es fölmérésbe. Például kimutatták azt, hogy napi szinten egy ember több mint 5 óra hosszát ül, napi szinten csak 7000 lépést tesz meg. Tehát gyakorlatilag az energiaegyensúly nincs meg, és ezáltal tehát ez már hozzásegít ugye az elhízáshoz. Aztán hozzásegít az elhízáshoz az, hogy a helytelen táplálkozási mód, hogy hogyan táplálkozunk. Ezért van az, hogy étrendi előadásokat, étrendi tanácsadásokat tartunk a felnőtt lakosság számára, és így ezáltal lehetőség adódik nekik az, hogy egy hosszabb távon meg tudják tanulni ezt az életmódváltó programot, és szerencsés helyzetben meg is tudják tartani. Tehát lehetőségük van rá, ugyanis az egészséges fogyás azért az hozzátartozik, hogy az egészséges fogyás az az, hogyha tehát a meglévő testsúlyhoz képest egy fél év alatt a 10%-át tudja az illető elveszíteni, és nem feledkezik bele egy különféle divadiétákba, vagy olyan étrendekbe, ami a szervezetére káros hatással lesz. A Kistelek Egészségfejlesztési Iroda fogyiklubjához hogyan is lehet csatlakozni? A fogyiklubhoz elég egyszerű módon lehet csatlakozni, de hozzánk kell bejönni. Egy állapotfelmérő lapot fogunk kitölteni, ahol fölmérjük azt, hogy gyakorlatilag kinek mire is van szüksége, tehát mozgásforma szempontjából, illetve tehát, hogy étrendi tanácsadásra jöjjön többet esetleg, vagy étrendi előadásokra járjon mozgásformába, tudja azt a mozgásformát végezni, vagy esetleg eleinte otthon kell valamilyen mozgásformát megtalálni. Tehát nem biztos, hogy mindenkinek egyből egy ilyen kardiotípusú mozgással kell kezdenie, mert lehet, hogy nem bírja. Tehát meg kell azt is nézni, hogy akkor ez a BMI testtömegindex hol áll, és gyakorlatilag a megfelelő testtömegindexsel el lehet indulni erre a mozgásprogramra. Egy mozgáskártyát fogunk odaadni, ezzel a mozgáskártyával utána már ingyenesen látogathatók a programok. Említésre kerültek ezek a divatdiéták is, emellett még mit mond egy szakember erről, hogy mit is tudhatunk?
Tehát a divadiétákat mi dietetikus szakemberek, mi azt mondjuk, hogy nem javasoljuk. Tehát mondjuk egy ketogén étrend megfogalmazásában csak tényleg nagyon röviden, ami azt jelenti, hogy sok zsírt viszünk a szervezetbe és kevés szénhidrátot. A szervezet ez büntetlenül nem tudja tolerálni, tehát hosszú távon ez súlyos károsodást okozhat. Mi dietetikus szakemberek azt javasoljuk, hogyha valaki szeretne fogyni, testsúlyt csökkenteni, testsúlyt karban tartani, akkor egy hosszú távon egy életmódváltoztatást javaslunk neki, ami egybefor a mozgással is, illetve egybefor a Dietetikus Szövetség által kiadott okostányér kiadvánnyal. Az idén egy kihívással indultunk az emberek felé, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy ugye nagyon sokszor azt mondják, hogy könnyen beszélünk mi szakemberek, ott van a tudomány a kezünkben, elmondjuk egész egyszerűen, de hogy lehet megvalósítani. És akkor én is elgondolkodtam rajta, illetve szakemberek elgondolkodtunk rajta, hogy valójában hogyan is tudjuk ezt megvalósítani. Mi azt gondoljuk, hogy ezt az okostányér kiadványt megvalósítani úgy lehetséges, hogy minden egyes pontját megfogadjuk szépen folyamatába, menetébe egy saját magunk számára, ugye, mint említettem, mi vagyunk felelősek az egészségünkért. Első pontban, első kihívásként megfogadjuk azt, hogy naponta megiszunk 5 pohár vizet. Nagyon-nagyon fontos dolog egyébként az, hogy vizet igyunk. Csak az, hogy a szervezetnek ahhoz, hogy fogyni tudjunk, testsúlyt tudjunk csökkenteni, hogy vizet igyunk. Tehát, hogyha már azt megfogadod tőlem tanácsként, hogy innentől fogva napi 8 pohár folyadékot megiszok, ebből pedig 5 pohár jó víz lesz, és ezt a pontot végig, az életed folyamán ugye végig betartod, akkor utána szépen jöhetnek a következő pontok, ugye, hogy teljes kiörlésű gabonából fogok fogyasztani megfelelő mennyiséget. Aztán utána, hogy zöldséget, gyümölcsöt, napi 4 adag zöldséget, gyümölcsöt fogyasztok egyet legalább nyers formába. És ezeket a kihívásokat, pontokat mindig minden nap megtartom. Tehát nem az, hogy egy nap megtartottam, aztán elfelejtem, hanem egy nap megtartottam, kipipálom, jön a következő, és aztán szépen lassan az életmódváltoztatás, az a szervezetünk meghálálja ezt a változtatást az életünkbe, és gyakorlatilag kívánni fogja ezt, hogy ezt mi így kövessük. Napi 5-szöri étkezés például, tehát ezeket a szempontokat így önmagunk számára, de csak saját magunk tudjuk ezt megvalósítani. Én mindenkinek sok sikert és hajrát kívánok ehhez.